Cserkész fel a fejjel, a harson ezeng, álljunk csatasorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a miénk, katonai vagyunk valahányan. Hosszúhetényi Vácianő cserkészcsapat vagyunk, és itt Kisvaszar mellett táborozunk az erdőben, körülbelül 30 hetényi gyerekkel, 5-es korosztály a legfiatalabb, 5.-6-os, és egészen igazából egyetemistákig vagyunk. A győzelem, a győzelem. A cserkészet egy keresztény ifjúsági mozgalom, a keresztény alapértékek szerint próbáljuk nevelni a gyerekeket. Egy nomád táborban vagyunk, ezáltal is nagyon sokat fejlődnek, mind a tényleg az ilyen praktikai tudásban, hogy hogyan kell mondjuk tüzet rakni, építkezni, csomózni, ásni, de az egymásra figyelést is segíti, meg az együttműködést, megtanulnak közösen dolgozni. Százszor elborítja, ne hagyd el veszni, elvét Istenünk. A magyarságtudat is fontos nekünk itt cserkészeknek, ezt is lehetett látni a zászlófelvonásnál, hogy énekelünk belőle székelyhimnuszt, magyar himnuszt. Kijövünk, sátrazunk, felépíti mindenki a saját körletét, építenek ilyen polcokat, ásunk latrinát, ezt használjuk WC-ként, felépül a konyha, padok, tulajdonképpen ezek így a fő építmények, és akkor ez az első két napnak a programja. Utána pedig különböző játékok vannak, képzések, ilyen cserkész alapismeretből, vagy például tüzet raknak, vagy hittan van benne, magyarság, vannak közös játékok. Van egy másik csapat is itt a szomszédban, egy negyed órányira innen, velük is vannak közös programjaink. Munkát. Jó munkát. Napos tisztemnek jelentem, a videós felsorakozott reggeli sátorszemléhez. 7-kor van ébresztő, de van egy reggeli torna, sátorszemle, ahol mindenki rendet teszi a saját sátrát, körletét, van idő elkészülni, akkor ezt megnézzük, hogy rend legyen. De van egy reggeli szertartás, itt felvonjuk a zászlót, meg imádkozunk. Jó ég vagyok! Kívánunk! Édes Jézus, éved nékünk, áld meg, amit áld meg, amit adtál nékünk. Hagyjad, Uram, hogy jó lássék, Jézus neve dicsértessék. Amen. Majd elkezdtem vele tölteni, figyelj! Közben félig nem délelőtti blokk, itt lehet hát különböző játék, vagy valamilyen program, ami éppen aznap van, akár számháború, vagy más játék, sportnap is volt lelki napunk. És akkor délben elmondjuk az úrangyalát közösen, aztán jön az ebéd, ebéd után van csendes pihenő, ilyenkor egy óra pihenés, lehet aludni, vagy csak úgy a körletekben lenni, beszélgetni. Kimentem én az erdőbe, ráléptem egy venyigére, 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 venyigére. Fáj a szívem a szőkére, a szőkére, bein a pékbe, bein a pékbe. Fáj a szívem türkiszkékre, türkiszkékre. Szerintem a délutáni blokk, ez szintén vagy játszás, vagy képzés, valamilyen program. És akkor este van vacsora, 7 órakor, utána őrsi idő, ilyenkor mindenki az őrsével van, ez szintén egy kicsit ilyen nyugalmasabb, itt lehet beszélgetni, meg hogy ki hogy van, hogy érzi magát. És akkor utána jön a tábortűz, ahol közösen megyünk le. Ez egy ilyen vezetett tábortűz, tehát éneklünk, van valamilyen kerete, mindig van, hogy ki tartja a tüzet, vannak játékok, általában szokott kerettörténete is lenni a tűznek, amit a tábortűztartók eljátszanak. Utána pedig van egy esti szertartás, ahol zászlólevonáson is szintén imádkozunk, majd pedig takarodó, illetve amit kell tudni még, hogy éjszaka van őrség. Aki ételt italt adott, annak neve legyen áldott. Mi jól laktunk, hála Isten, annak is egy, annak is egy, kinek nincsen. Amen. Köszönöm.